Veszelicsit nagy tisztelettel köszönteni az Olaj TV nézőit. Fantasztikus rangadó a kosárlabda bajnokság 19. fordulójában. A régi ősi ellenségek találkoznak, a Szolnoki Olaj és az Albafehérvár, és ennek a régi, hát már-már családi kapcsolatnak nyilván ezt különös környezetben kell érteni. Szóval ennek a kapcsolatnak az egyik Zák László, a Szolnok egykori sikeredzője. Honnan kezdődik ez az együttműködés a két csapat között, hogy mind a két csapat nagyon szereti egymást, szurkolók meg még jobban? Hát ez már ősidők óta, évtizedek óta, abban az időben, a 91-92-93-as években kezdődött ez a fajta jó kapcsolat, ami megvan a két csapat között. Az okát nem tudom, hogy miért alakult ez így, de csak gondolkodom azon, hogy volt egyszer egy annak idején egy óriási nagy verekedés a két csapat között, ott a kijárónál, ahol bejönnek a játékosok. És a szegény Alexe, meg a Shannon, illetve még két társa óriási nagy csatát vívtak, mérkőzés után összeverekedtek. Most jönnek pedig a hazaiak kedvence, itt az Albafehérvár összeállítása. Brandeis Harris, Travis Simpson, Casey Hill, Chris Horton, Keller Ákos, Alexa Brutovic, Kovács Ákos, Keller Iván, Alágyi Mohamed, Varga Mádi, Filipovic, Márko és Korán Péter. Aztán a két, illetve az irányító láthattuk, Branislav Zunicot és Gobi Enriket, valamint Pereszegi Nagy Ákos. Most pedig jönnek a Szolnokiak. Steve Browning, a 24 esztendős játékos, akit hétközben érkezett meg a csapathoz. Filip váltásaként, Kendrick Perry, Duksa Andrics, Samuel Taibo, az ihetség, Polyák László, Rudner Gábor, Vojvoda Dávid, Kovács Péter, Tóth Zoltán, Pinszi Port, Tóth Tátham és Strahinja Milosevic. Őrületes a hangulat, a más is, de erre a mérkőzésre mindig megtelik a Tiszeligeti csarnok. Én ebből tudom, hogy az Albakon bele játszunk, mert ilyenkor nem elég a hely, hála Isten. Az a helyzet, hogy a szurkolók is nagyon feszültek, és hát tudom azt, hogy túl udvariasan, de azért csak köszöntötték a fehérvári játékosokat. Ennek is van valami régi eredője, ugye? Hát van egy rigmus, amit ők ilyenkor szoktak mondani, de ezt most nem akarom a tévé előtt elmondani. Nyilvánvalóan az nem lenne szerencsés számunkra. Nos, a társok, hát a bajnokságban, az őszi mérkőzésben Székáron az Olaj győzött 76-ra. Most viszont bombaformában az Alba együttes. Az okát nem tudom, hogy mi volt velük abban az időszakban, de úgy néz ki, hogy kijött dörből és talpra álltak, elég komoly győzelmeket arattak azóta. Ez a mai mérkőzése írható le úgy, hogy... Sok sérülés zavarta akkor a játékosokat. Lórán Péternek pont egy olajelleni edzőmérkőzésen sérült meg. Talán a bokája, azt hiszem, és akkor ő is kihagyott egy csomót, akkor nem jött még meg, nem érkezett meg a csapathoz, a fehérváriakhoz. Travis Simpson, és hát bizony-bizony ez is egy hátrány jelentett az őszi kezdetben. Nem túl jól imára, és hát most viszont bombaformában játszanak, mert a kupa mérkőzésen, az Eurocupban győzelemmel biztosította be, illetve hát nagyot lépett a követő ellenfél, illetve a következő forduló irányába az Albafehérvár. Nem tudom meghazudni, én minden meccs előtt, addig, amíg el nem kezdődik a meccs, van be egy bizonyos fajta félelem, meg idegeskedés. A Fehérről annyit kell tudni az ő játékstílusukról, hogy a gyorsindításra törekszenek minden idegszálukkal. Itt, hogy erre hogyan sikerült fölkészülni az Olajnak, majd mindjárt meglátjuk. Az utóbbi két mérkőzésen, amit az Olaj játszott, szerintem a védekezésünkben lettünk gyengébbek, mint az előző meccseken. Remélem, hogy ezt most sikerült nekik rendbe rakni. A Minszki kirándulásnak a keserűségét hogyan lehet feldolgozni? Elég volt az idő arra, hogy a játékosok egy ekkora csúcsrangadóra olyan formába hozzák magukat, ami a sikerhez vezethet? Én nem hiszem, hogy a formájukkal volt gond, hanem valamilyen fajta pszichikai dolog volt, amit meg kellett volna beszélni, vagy meccs előtt, vagy meccs után. Hogyha ez megtörtént, akkor szerintem itt most egy fognak állni.
Bajnoki mérkőzésen egyébként mind a két csapat, a játékvezetői névsort lehet látni, és dr. Gencsek Klámev, ő a komisszár, Papp Péter, Györfi Pál és Minár László, ők hárman irányítják majd a 19. forduló szuperrangadóját. És hát ugye bajnoki mérkőzésen az előző fordulóban az Alba Régia hazai pályán legyőzte a ZTF 98-86-ra. Ez a 12 pontos győzelem az elég jónak mondható, erős Zalaegerszeg ellen. Az Olaj viszont a Szedeákot verte meg 15 ponttal. Igen. Csak ez a bajnoki mérkőzés és a kupa szereplés között mi a különbség? Erősebb mind a két? A kupában ott nehezebb a dolog, tehát ott erősebbek az ellenfelek mindenféleképpen, de figyelembe kell venni azt a hazai bajnokságban, hogy nyilván, hogy mindenki az Elcsőt akarja megverni, és plusz erők mozognak ilyenkor az ellenfélbe. Így van, jönnek a játékosok, Lóránt Péter, az Albafehérvár csapatkapitánya kettessel a kezdőben, kezdőformációban, Harris hármassal, Simpson, ő az, akiről beszéltem, négyessel, Hill, és hatossal pedig Keller Ákos. A szolnoki a kezdő formációjában ott van Vojvoda, hármassal Peri, akkor Milosevic 15-össel, Tóth Ádám. Érdekes, hogy Luksa Andrić nem az induló csapatban, meg aztán még itt van 10-essel Kovács Péter, aki a védekezés nagymestere. Nos, hát akkor kezdődjük a forduló rangadója. Ebből látszik, hogy a Petinek valamilyen fajta feladata lesz az étkültétől, mert még soha nem láttam a kezdőkbe. Vojvoda elég messzire szorult a palánktól. Kovács, Tóth hatalmas csatában Kellerrel. Vojvoda, Milosevic szabadon. Betörés, jó volt a zárás. Most Vojvoda. A legjobbkor! Edző számára ez egy álomtámadás volt, másodperce pontosan ki volt játszva. Ennél rosszabb nincsen egy csapat számára, amikor a utolsó másodpercben dobják el a hármat. Hát már annak a csapatnak a számára, aki kapja, aki dobja, annak jó. Annak jó. Harris. Tóth! Gyönyörű labdaszerzés, Vojvoda. Peri az alapvonalon, Milosevic. Hopp! Figyelni kellett nagyon, zavarónak ott volt Hill. Peri. Tóth szabadon, kemény volt Simpson védekezése, Tóth földre került, pedig már úgy tűnt, hogy ez egy teljesen szabad helyzet. Lóránt, Milosevicet becsapta, és aztán visszahozzák, Milosevic! Milosevic betörése, Vojvoda szabadon, tripla, elment! Mérkőzésen egyébként Vojvoda Dávidnak nem a legjobban ment a játék. Most viszont 5 pont a neve mellett. Lórán. Harris messziről. Nincs bent, Milosevic. Dávidra visszatérve, én nagyon sokat várok most tőle, hogyha ez a... Nem mindegy, az első két dobása sikeres volt. Biztos, hogy jó fog játszani a meccsen. Na, ekkor ez fontos momentum. Tóth Ádám, nem sikerült a védekezés. Pontszerző Hill. Casey Hill. Vojvoda. Milosevic szabadulna. Milosevic segítséget kér. Tóth. Vojvoda. Lóránt. Milosevic. Tóth. Lefordult, ez is jó! Ez is jó. Megint az edzői álom. 7-2. Hill, Lóránt, Milosevic visszalépett, Keller messziről, nincs bent. Jócskán érkeztek fehérvári szurkolók, egyelőre csak csendesen figyelik a csapatjátékát. Kovács Péter. Peri. Andricsot dobja majd csatába. Alexics, illetve Ford is kész. Peri, ez rövid volt. A lepattanó Hill. Peri jól védőt kapott. Nehéz dolga lesz ma. Harris. Azt mondták a játékvezetők, hogy semmi nem történt Kovács Péterrel. Nem volt szabálytalanság.
Vojvoda. Milosevic. Vojvoda belopakodott. Megadták. Kicsit megfeledkezett a fehérvári védő. Andrić jön. És Borg, Milosevic és Tóth Lemen. Ez egy nagyon korszerű megoldás volt. Itt a meccseket nézve nem is láttam tőlük még ilyet. De... Simpson szabadulását Kovács Péter érdeklődve figyelte, hogy mi történik, hogy kinézett a játékvezetőre, hátra észrevett a játékvezető, pedig egyáltalán nem foglalkozott. Harris jön Loránthoz, nem az övé, Mill. Keller útban volt, Hill előtt, még hárman kilép, Keller nem süllyedt el a három pontos. Perry! Szabálytalanság. Jön az új ember, Browning, a 24 esztendős. Kovács Péter megy le. Tarik Filip. Hát a brit válogatott, az angol válogatott játékost ugye elengedte a szolnoki olaj, és érkezett ez az amerikai férfi. Hát kíváncsian várom, hogy milyen hát játékos produkál. Nem azt gyönyörű! Hozták ide. Andrić ott egyszerűen Horton kigyömöszölte a palánk alól, szóval mindenki arra vár, hogy mit mutat Browning, ugye a Minszki mérkőzésen nem lépett még pályára. Ott egy, hát az a Eurocup mérkőzés nem a legjobban sikerült. Vojvoda, Andrić jött zárni, Vojvoda. Ezt jól csinálta Horton. Nem esett ki az alapvonalon túl. Simpson. Andrić nem mert hozzányúlni, ez is nagyon érdekes volt, ahogy Horton követte. Simpson labda fölhozatalát Perry, illetve támadását. Browning. Most Andrić kicsit zűrös volt a labda átadása. Nem a legjobb tempóban kapta Lukcsa Andrić. Aztán mutatja Andrić, hogy inkább a földön kér. Jól szervezték meg a védekezést, csak a rossz helyre ment a passz, mert történt egy váltás, és akkor a kisember ült bele az Andrić ölébe, fölülre kellett volna passzolni, nem alul. Ráadásul Andrić már visszaindult a mozgásban. Simpson, Harris, tripla, megvan. Egyenlő. Perry mozgatja az embereket, Ford. Browning. 24 esztendős. Browning betörése, senki aki kapná. Ford. Lépésre. Ellépte. Igen, egyelőre Browning berépője még nem a legjobbra sikerült. Nyilván kell egy kis idő, amíg megérzi a társaknak a mozgását. Túl jó lenne, hogyha, illetve nem lenne, jó lenne, hogyha jó lenne. Első mérkőzésen gondolom, hogy ő is teli van lámpalázzal, meg egyéb dologgal, amit nem tud még leküzdeni. Harris Andrić alanyakán elengedte. Jó. 11-9. Négy pontos. A vendégek kettesen Alan Dice Harris, Browning, Andrić. Perry érkezik, Andrić. Inkább a harcot vállalta. Erőszakos volt nagyon Hill, hogy belépett Andrić elé. Védekezésükből érződik, hogy nagyon fő vannak készülve az olajjátékára. Kiszúrták azokat a pontokat, ami eddig működött, és rávédekeztek. Nem tudjuk bejátszani az Andrićnak a labdát. Viszont Browning megszerezte a lepattanót, ez dupla jó. Perry, Ford, betörés, Milosevic, Andrić, biztosra mentek. Szép támadás, határozott befejezés. Komoly terhelés alatt egyébként az Albafehérvár, hiszen csütörtökön délután érkeztek haza, mert szerdán játszottak Törökországban, és ott nyert a kékmezes együttes. Zunic,
Ő az, aki a tavalyi duplát elhozta, 13 és 17-ben is bajnokot avatott együttesével. Nagy a győzelmi akarat egyébként, a győzni vágyása az Alba Volánban, az amerikai játékosok eltökéltek rendesen Horton, de hát ugyanez érvényes nyilvánvalóan az olaj játékosaira is. Kovács, Horton, Lorant. Browning labda szerzése, na most! A szép Ford. Azt kellene. Kellett volna. Jó osztás volt. Én úgy érzem, hogy Browning most kapta el ezzel az előbbi szereléssel. Lorant. Hopp, Milosevic. Az Alba Volán segédedzője, vagy másodedzője, Góbi Henrik, Peresztegi Nagy Ákos. Góbi Henrik ugye régi idők nagy harcosa. Góbi Henrik itt kezdte a pályafutását annak idején. 19 éves volt, amikor Hódmezővásárhelyről elkerült Szolnokra, akkor én mentem le érte. Egy nagyon szintén... Megérte az utazás? Mert a Ricsi egy nagyon jó, becsületes, edzeni vágyó, tanulni vágyó fiatal volt abban. Lorán duplája után lemegy a kispadra. Milosevic. Harris üldözte. Bolyvoda a pályán. Browning egyelőre olyan értetlenül tárta szét a karját. Andrić. Bolyvoda. Nagyon határozott volt Mohamed. Aztán el is hozza a labdát Bolyvoda. Arhadzsi Mohamed a események középpontjában, mi történt? Van feszültség. Igen, itt maga az érkezés volt látható, ahogy Bolyvoda a földre esett, és aztán utána Mohamed pedig egyszerűen elsétált az esettől. Lorán Péter borma formában játszik, igen. Itt történt két olyan megmozdulás, a, nem tudom, hogy hívják, a Bolyvodával csinálta meg, és a Bolyvoda együtt a végén törlesztett. Igen. Milosevic, Horton rontott. 25-essel a vendégeknél Filipovic, Browning, Andrić. Jó volt még ez a magas dobás is. Filipovic Márko a pontszerző. Browning betörése. Horton tiltakozik az ítélet ellen. Jó, egyelőre jól áll az olaj, mert nincs sok hiba. Horton, Chris Horton, második hibája. Stephen Browning, 25 esztendős, 189 cm magas. Az első nem jó. Tóth Ádám mondott egy biztató szót, Bolyvoda is oda ment. Látszik rajta a feszültség, és a többiek is érzik, ezért mennek neki oda segíteni. Kettőből semmi. 15-11-re vezet az Albafehérvár a Szolnok ellen. Kovács. Mohamed. Browning üldözése. Mohamed kanyarintása. Kovács megszerzi a labdát. Üres ember. Horton. Bolyvoda. Hogy ne legyen, ne szaladjon el nagyon az Alba Volán, ideje lenne triplákkal kísérletezni. Browning. Jó! Ez visszahozhatja Stephen Browning bizalmát. Reméljük, hogy megnyugszik. Igen. Horton. Belefordult Tóthba. Bolyvoda. Harris volt az, aki a három pontos vonalon kívül elengedte. Zunic edző a szokásos vehemenciával. Bolyvoda. Kovács nyúzza. Kovács Ákos.
Tóth. Bolyvoda nem sikerült. Tóth. Észrevették a szabálytalanságot. Ez nagyon jó volt, mert igazából nem volt látható, de aki itt ezen a felén volt, ez nagyon jó, hogy befújta. Rounding le Kovács Péterbe, és megérkezik kettessel. Hármasra, bocsánat. Felé. Alexis edző Browningot nyugtatja, nincs itt semmi baj. Perry. Keller megtalálta Perryt. Tóthról levált. Észrevették Tóth Ádám mozdulatát. Elég látványosan előadta egyébként Harris, hogy vele mi történt. Kár volt, mert ebből gódottunk igen volna. Valentine Harris volt az, aki ugye elszenvedte a szabálytalanságot Tóth Ádámtól. Kovács Filipovicot tereli ki. Kovács megverte Tóth Ádámot. 19-13. Ford. Vojvoda. Vojvoda. Egyelőre masszív a fehérvári fal. Vojvoda kilépése. Uff. Sík volt. Elkiabáltam az elején. Mohamed. Kovács Péter vigyázza őt. Messziről. Messzire pattant a labba. Az első negyed 13-19-es fehérvári menetelés. Egy összegzés. Az egy-egyben való védekezésünket érzem gyengébbnek, mint az albakomb. Az albakomb jobban rá van készülve. Váltások után is megvan azt, hogy kire kell védekezni. Nálunk egy picivel mi is megcsináljuk a váltást, de egy picivel lemaradunk a váltásba, és onnantól kezdve egy-egybe vernek meg bennünket. Igen, itt még az elején Vojvoda triplája, ugye amikor elkiabáltam, hogy innentől kezdve menni fog. Itt van megint. Tehát mint kés a bajba, mentek és a kisember átment, igen, Hill. Aztán itt megint egy szabad ember, megint rendezetlen védekezés, aztán itt lett a büntetése. Ez jó volt. Támadással kéne, vagy legalább egy kicsit meg kéne próbálni a triplákat, de annak meg megvan a kockázata. Isztambulban Demir Insat ellen 78-75-re győzött a Albafehérvár, ettől függetlenül tovább jutottak a J csoportból. És aztán ugye még a Körmenden lesz egy mérkőzés. Na most nekilendült a szolnoki közönség buzdítása. Előny a kékmezeseknél, 19. forduló rangadója Filipovic, nem? Kovács Ákos? Mohamed, Andrić odalépett, a sűrűből nem lesz jó, Vojvoda elment a cserre, aztán a lepattanó, Filipovic Márko. Négy pont. Fehérvári a 25-ösénél, Perry. Ford. Andrić ránőtt a hátára Keller. Andrić viszont távol a palánktól. Perry egybe az egyben. Ford. Jó! Tripla! Csak úgy fogunk tudni fölzárkózni. Igen, igen. Ha egy-kettőt kivédekezünk, meg dobunk egy-két hármast. Igen, igen. Simpson, Kovács. Óha, ez elég,
ez gyönyörűen kidolgozott akciót, a vége pedig hát méltatlan volt ahhoz. Vojvoda. Kovács Péter, Vojvoda. Feri a sarokban, Vojvoda. Az tripla, nem? Andrics. Jó. Így volt a jó. Így lett a jó. És amit... amit beszéltünk, csak a tripla kísérlet az, ami fölhozza, már is két pont a differencia. Pedig Andrics egy pillanatra megtorpant, mert megemelte először a labdát, aztán látta, hogy nem lépnek ki rá. Nem jellemző, hogy ő dobja a hármasokat, de... Igen. Kovács Péter. Vojvoda volt a szabálytalan. Nem. Nem, nem, Perire írták, bocsánat, én már csak azt láttam, hogy Vojvoda fősegíti. Mi következik, igen. Hát igen, ez teljesen rendben volt. Feri volt az, aki elkövette. Én már rosszkor emeltem föl a fejem, mert Vojvoda már csak fölsegítette az ellenfél játékosat. Kint hagyta a lábát, vagy mit csinál? Igen, 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 szerintem azt tette, igen. Hill, Keller a pályán, Lóránt Péter is megérkezett. Róla a fehérvári informátorom azt mondta, hogy bombaformában játszik. Keller, ki a szélre, Mohamed. Jó volt a védekezés. Igen. Ettől függetlenül történt ott alapvonalon, eddig nem vettem észre azt, hogy alapvonalon betörést tudtak volna csinálni. Ha csináltak is, akkor középről mindig kaptak segítséget, ez most nem történt meg, de hála Isten, hogy így alakult, hogy nekünk mi hozzuk a labdát. Andris gyönyörűen foglalt el a védő pozíciót, és akkor Mohamed meg neki rontott. Milosevic. Elég sűrű voltam, embertömeg, Andrics, Milosevic, onnan már nem kellett volna kipasszolni, talán jobb lett volna végigvinni. Simpson, tripla, süllyed. Ezek szerint a fehérváriak is magukra vették azt a gondolatot, amit kitaláltuk, igen, ugye igen, a triplát? Igen. Valami pont... tenni kellene, mert már másodikat dobja ilyen távolságról. Perry. Keller, Berri, Petr, végig csinálta a kis ember. 21 pontos az olaj. Érdekes, hogy Kendrick Perrynek az első pontja. Hát ez elég különös volt, nem jó, nem jó. Nem jó a pont. Ez különös, ez érdekes jelenet. Nem jó, mert belecsimpaszkodott, és a labda még nem hagyta el. És utána esett bele a labda a gyűrűbe. A csimpaszkodásnak köszönhetően. Igen, igen. De a lassítás ott van, nem ment bele, igen, és kapaszkodott. Igen. Azonnal mutatta a játékvezetés, hogy nem érvényes a kosár. Ott látható a képernyő jobb oldalán, mert belekapaszkodott Keller Ákos. Milosevic. Kovács Péter, Andrics, Browning a pályán. Andricsot gyűri nagyon erősen Lóránt. Hé! Hey! Lóránt Péter rávágott a vállára, igen. Hát egyértelmű. Lehet, hogy az Andrics egy kicsit bevágott a bordáig közé, de ez nem látható volt. Ő ez a szolnoki pály, mert az egyik nézők egészen közvetlen közelről, nagyjából másfél méterről mondja el a véleményét a játékvezető ítéletével kapcsolatban. Hát még jó, hogy szemtelen a játékvezető, megérkezett Keller Iván 12-essel. Browning. Andrics kéri, nem? Perry. Andrics verekedése Kellerrel. Hú! Keller Iván is adott, a pont nem jó. Viszont két pont következik, büntető. Jó sűrű az élet ott a palánk alatt. Keller Ivánra adták a hibát, első hibája. Viszont nagyon jól áll a Szolnok személyi hibákban, egyesével. Browning, Perry, Vojvoda, Tóth, Milosevic. Jó a büntető. De még mindig vezet az Alba.
Kellernek nincs nagy szerencséje, Keller Ákosnak most a gyűrűvel, az előbb ugye belekapaszkodott, most meg beszorult a labda. Addig jó, amíg kapaszkodik, még így a labdákat elüti, nekünk az jó. Igen. Browning messze, Andrić. Perry. Szűk volt az átadás, Lorant jól figyelt. Simpson. Hill. Simpson. Kovács egy picit kívülről ment, Simpson. És rövid. Perry! Megszerezte! Ez nagyon nagy mozdulat volt. Félelmetes, hogy mekkorát ugrik a... Hú! Keller Ákos. Nem baj az, jó az. Készüljön ki idegileg, utána használhatatlan lesz. Nincs ilyen, hátulról nem lehet tisztán szerelni. Aha. Tehát itt ez volt benne. A kis megbeszélés, na itt következik ez. A jelenet. Határeset volt? Így visszanézve... Kicsit más a szitu. Más a szituáció. Nem véletlen Keller Ákos mérgelődése. Nem véletlen. Most már megbocsátok neki. Megbocsátok neki, mert jogos volt a panasz. Így visszanézve tiszta szerelés volt. Mert elhagyta a kezét, bármennyire elhagyta a kezét a labda, amikor elütötte. Tehát a legjobbkor érkezett, mert fölfelé, illetve akkor fölfelé szálló ágban volt a labda. Perry. Legalább benn van. 24-24. Nagyot hozott ebben a negyedben a Szolnok. Tíz pont a vendégeknél, pedig öt. Keller Iván. Ó! Oh. Azt el lehetett volna engedni. Hill, Horton, Andrić, ezért kár volt. Ezt mondom. Egy-egyben volt egy sima befutás, és nem figyeltünk rá, és megkapta a labdát. Nem lehet vele mit csinálni. Ráadásul utána, hát nem biztos, hogy szerencsés volt Chris Hortonhoz hozzáérni. Már igen. Kár volt valaki. Ez már halmazati büntetés volt. Igen. Hát ezt hogyan? Ez hogy volt? Ilyenkor szokták mondani, hogy kapcsolják föl még egy villany, mert akkor a homály dobtál, hogy becsötétedett. Húha! Rezák László egy pár mérkőzést látott, de ilyen azért ez ritkaság, nem? Ez ilyen kis desszert, nem? Ez a mazsola kosárlabda kuglóban. Rövid is, meg mellé is ment, nem tudom mi volt. Ez többszörösen hiba volt. Browning visszaadja, Andrić, Vojvoda, sarokban, Kovács! Ott azért emberesé volt rendesen, Keller a túloldalon, Hill, most érkezik Andrić, Milosevic, nem, az jó, Simpson, Zunić egyelőre mondani valóval feltöltött hadvezér, Keller Iván kapja az időkérés. Ben elhangzó beszélgetés nagy részét, itt pedig a szolnoki kispad. Megint 5 pontra meglépett, itt van az előbbi. Ford tripla, itt jött föl ugye a Szolnok. 3 pontosakkal Andrić. Ezek jó sűjesztések voltak, és nagyon messziről jött föl az olaj. Persze a vendégek is nagyon jól játszanak, őrzik a törökországi jó formájukat. Simpson, ő az, akiről a Fehérvár informátorom azt mondta, hogy egy fantasztikus mérföld, nagyon-nagyon jól játszik. Ráadásul, igen? Ha jól emlékszem, a harmadik tripláját dobja. Igen, igen. És ott hagyjuk, mindig üresen így dobja. Így van. 9 pontos. Travis Simpson, ő a vezér a Fehérvárban. Ha jól gondolom, a Peti most őt fogja fogni. Igen. Annak ellenére, hogy Kellen Ivánra gondolt, vagy mondott egy pár dolgot, Zunić edző maradt továbbra is a pályán. Kellen Ákos lejött, Lorant Péter, Horton és Simpson a pályán, valami négyessel, Hill. Kovács. Vojvoda. Andrić. Milosevic. Andrić, hó!
kint volt, ez az egy Hill szerelése szabályos volt, csak a vonalra lépett. Nem akarom dicsérni az Alba kompot, de látszik, hogy föl vannak készülve. Igen. Az olajra. Igen. Mert egyből megkapta a segítséget a kisembertől. Browning átadását nem fogta meg Milosevic, pedig ez jó beindulás volt. Kicsit erős volt a passz, és szerintem az orráról pattant ki. Hill. Simpson. Keller. Kovács nyúzza. Ezt Kovács Péternek adják ezt. Ez nem volt jogos. Semmit nem csinálta pedig. Andrics le. Tóth Ádám be. Kovács Péter érdeklődik. Megjön 12-essel Vinci Ford. Kovácsnak az első hibája volt. Horton. Simpson. Milosevic. Ez rövid volt. Ford! Ez kellett, ki kellett. Úgy érzem, hogy időkérés után egy kicsit a Szolnok kijebb lehozta a védekezését. Ez viszont nagyon nagy mentés volt. Tóth Ádám hetek volt a bombaformában játszik. Ezt nagyon okosan csinálta. Egy kis piszkosság belefér, nem? Vagy ez inkább olyan megszokott dolog? Hát mentés volt, nem? Tóth Ádám részéről, ez belefér. Ez nagyon szimpatikus volt a részéről, mert ebből látszik, hogy gondolkozik. Igen. Látta, hogy már nem éri el. Vojvoda, Milosevic, megint egy rossz passz volt, de Milosevic megmentette. Milosevic sarkazása. Ó, de szépen bújt ki, és begyömöszölte! Rendesen lógtak rajta. Időkérés az Albafehérvártól, Zunic. Ebben a nagy dolog az volt, hogy hárman voltak rajta. Igen. Igazából. Tehát az Alba kompa védekezése szervezett, és a Miló meg tudta találni azt az egy helyet, ahol föl tudta tenni a labdát. Zunic edzőnek kis szék jut, az Góbi Henrik gyűjtötte össze. A mondani való lényege, hogy azért nincsen vészhelyzet Fehérváron, 3 ponttal. Tehát följött az olaj, és még mindig vezetnek, itt van Vojvoda. A triplája. Ez pedig Andricsnak a kísérlete, ami ugye eredményes volt. Aztán talpra ugrasztott a Tiszaligeti stadionban a közönséget. Perry betörése. Szegény jó Perryvel megjárja Keller Ákos. Itt pedig minimális előkészület után egy fantasztikus 3 pontos. Simpson. Na itt az legutolsó jelenet, amikor Sanya Milosevic ugye 3 embert csapott. Igen. Be, 3 embert mozgatott ki. Lorán Péter. Megfordult Szolnokon is. Lorán Péter. Volt, igen. Nem jó szívvel váltak el, úgy gondolom. Igen. Annak idején, és benne is gondolom, hogy dolgozik az indulat. A dac. A dac, igen. Hill, Keller Iván. Ford. Horton, sarokban szabad ember. Harris, Vojvoda, Tóth, kihozta. 3 másodperc, dobni kell. Hát igen, a határidő az komoly motivációt jelent, és elég messze volt még, amikor 3 másodpercre ugrott a mutató. Milosevic, Keller Ivánnal, Milosevic. Azt megoldja. Mekkora játék! Stráhinya Milosevic, Tóth Ádám előadta. Távolodunk a palánktól, de pontot szerzünk. Lorán, egyszerűen. Nincs tripla, Ford, Lorant, nincs pont, jajjaj, ebből többet lehetett volna kihozni. Igen, be kellett volna dobni. Egészen pontosan. Hill. Ez nagyon szép volt az előbbi Milosevic Tóth Ádám együttműködés. Már régebben is látszott egyébként, hogy fantasztikus az összhang. A két szolnoki között. Én majdnem a műkorcsolyából vettem egy hasonlatot? Gondolatot. Igen, hogy
olyan volt a mozdulat, mint amikor a műkorcsolya pályán beugrós libellé csinálnak. Istenem, a klasszikus. Horton. Hill. Mohamed 13-assal, Vojvoda nem mert oda nyúlni, viszont jó. Így jó volt. Az volt a szerencse Vojvodának, hogy Hill elvesztette az egyensúlyát, és aztán Vojvoda belekapott az átadásba. Horton érdeklődik, ott van még Hill is. Vojvodával dumcsizzák meg egy kicsit az előbbi szituációt. Nem tudom, miért reklamáltak, csináltak egy kettős védekezést, és mind a kettő ütötte verte a Vojvodát. Cunic magyaráz Hillnek. Megérkezett a fehérváriakhoz Kovács Ákos 8-as mezben. Vojvodat büntetője. 28-29 az állás. Ez volt. Egyenlő. Vojvoda Dávid. Bocsánat, 30-29, igen, az előbbi, igen. Köszönöm. 9 pontos Vojvoda Dávid. Lóránt. Milosevic. Hagyta az alapvonal felé fordulni Lórántot, be is dobta. Milosevic még egy kicsit ott magyarázva a játékvezetőnek. Góbi Herrik is nyomást gyakorol a Sporira. Tóth Ádám. Milosevic eltűnt Lóránt mögött. Milosevic cselezése. 4 másodperc a támadó idő. Vége lett ezzel az egésznek. Kovács Péter. Perri már mutatta is, hogy igen, ő a hibás. Így van, a második személy hibája. Ez egy taktikai személy hiba volt, mert a bakon belősége az indítás és ha jól emlékszem, Perri faltolt. Igen. Ezt nagyon taktikusan csinálta. Kovács Péter. 10-essel, a szolnoki olajban a pályán Kovács Ákos, Mohamed. Vojvodára fújták a hibát. Még egy könyöklést mond Vojvoda Dávid a játékvezetőnek. Olyan, mint hogyha hajhálóban játszana a fehérváriak 13-asa, vagy csak ilyen rövidre nyíratta a haját. Nem, a hajpánc zavar meg engem. Ami nagy baj, hogy Dávidnak a harmadik hibája Vojvodának. Az nagy baj, az igen. Ráadásul ez nem is egy olyan szituáció volt, amiből ugye hát szóval nem szerencsésen jött ki Mohamed. 2-ből 1-et. Vojvoda le is ment a padra. Browning a helyén. Ford nem, csak várja Perri. Quincy Ford. Lórántot megtáncoltatta, nincs kinek adni. Ragyogóan védekeztek a fehérváriak, megint szorosan. Minden alkalommal, hogy bemegy valahova középre a labda, egyből ketten van. Van egy segítő, aki a labdát próbálja elszedni, és már, ha jól emlékszem, a negyedik, ötödik alkalommal sikerült ez nekik. Tóth Ádám helyére, Luks Andrics érkezik. Ráadásul másik nehezék, az előbbi történet, hogy 4 másodperc volt a támadóidő, és tisztára beárnyékolták. Igen. Az olajjátékosát. Kovács Péter. Andrics ugyanazt próbálta meg eljátszani a vendége, kötöse Horton, amit az előbb Tóth Ádám. Kovács Péter, szabad ember, Harris. Azt akartam mondani, hogy rövid, de mondom, inkább nem szólok, jobban is tettem, mert ez gyönyörű 3 pontos volt. 35-30. Vezet az Albafehérvár. Szerintem az elején volt előnyben az olaj, és aztán mindig a főzárkózat. Vojvoda 2-3-asa. Igen. Ajaj. Harris labda szerzése, mondjuk nem volt egy nagy munka, mert rosszul jött a passz, aztán Ford szerelése.
Harris a tiszta izomember a fehérváriaknál. Allendice Harris. Kovács Péter. Nem, Kovács Ákos, bocsánat. Sikerült túldobni a Harris-t. Kendrick Berry? Most meg kell néznem, nem tudom, hogy mit látott faltnak. Mindenesetre Horton elégedetten vár a labdára. Jó, eddig ez nem rossz. Chris Horton az első büntetőjét elrontotta, a másodikat bedobta. 36-30. Negyvenöt másodperc a második részből a hátralévő játékidő. Ford, Kovács, Péter, Perry, messze a palánktól, Perry, az jó, Andrić, befordulás, nem jó! Aztán Browning labda szerzését a játékvezetők jól látták, illetve azt is, hogy szabálytalankodott az Alba Volán 13-asa, Mohamed. Nem? Rohi egy nagyon szép rosszul. Játékunk után kimaradt az itt. Igen. Chris Horton, ő volt az, aki elkövette. Így van, így van, így van. Ezt én láttam rosszul. Az a helyzet, hogy hát hosszú időn keresztül, szóval az olaj játékosainak az energiáját inkább a kapaszkodás az, ami elveszi. Igen, nem, nagyon jól védekezik itt vanni. Mondjuk ez itt pont jó volt Milosevic-től, de látható, hogy milyen szigorúan és milyen szorosan akadályozták meg a támadójátékost. Ó! Ez a varázslás. Most így visszanézve, így azért lehet, hogy lépéshiba is volt. Op. Nem, nem, az biztos, erre nem. Mondtam a beugrós libellét. Ja, igen. Minden esetre a csillogás részét vettük figyelembe. Pedig Lórán Péter kosara. Messze Browning, pont erre gondoltam, hogy ez nem örömmel fog eljutni. Látom, hogy a Hortonnak is három fajta van. Igen, igen. Csak az a baj, hogy... Nálunk a Perinek is. Igen, igen. Plusz Vojvoda. Kobe Henrik, a bútorszállító kisiparos. Keller Ákos érkezik, 29 másodperc. Browning első büntetője nem ment be. Talán a második. Az sem. Hát így egy kicsit körülményes lesz. Zicserek, büntetők maradnak ki, akkor igen. Nehéz lesz, igen. Kovács Ákos, Browninggal. 10 másodperc a támadóidő. Andrićnak neki ment Kovács, Ákos, Harris, Milosevic. Ó, lépési ma, az volt egyértelmű. Én azt láttam, hogy Milosevic odakapott, azt hittem, azt ítélték meg. Akkor most nézzük. Még egy előre nem, majd most. Most. Harris. Igen, egyértelmű. Nem is sokat... Először lépett jobb lábbal, és utána a ballal, és attól lett lépésival. Ráadásul pont... A jobblábas lépésére már le kellett volna ütni a labdát, ahhoz, hogy ne legyen lépésiba. Ráadásul pont a játékvezető orra előtt történt, tehát még csak takarásban sem volt, hogy esetleg vitatni lehessen. Amerikában ez nem probléma, ott ez, az nem számít lépéshibának. Ez... Hát ezt iszaliget. Nem mondta a srácnak senki? Hát ez... Jó, jó, persze. Nyilvánvalóan. 6 pontos előnyben a Fehérvár. Jó védekezés. A triplák valahogy elmaradtak a hazaiaktól. Nem úgy jönnek. Vojvodai visszajön a pályára. Milosevic, Ford, Perry és Browning. Nagy rohamot kéne vezetni.
Hajrá, Olaj! Dugorög a Tiszaligeti csarnok. Vojvoda. Sok idő nincsen Vojvodának, dobni kell. Bemegy inkább. Két pontos következik, ketten ugrottak rá. Pontosan Harris volt az, aki az utolsó mozdulatot, a szabálytalanságot végrehajtotta. Így van. Ebben az volt a jó, hogy én szerintem mindenki időkérés után a Vojvoda három pontosát várta. És a Dávid meg nagyon okosan inkább neki ment. Bevitte az egy-egyet, és várhatóan, ahogy tervezte, be is jött a fal. Vojvoda első büntetője beesett. Második is. 36-32. Érkezik 10-essel Kovács Péter. Lóránt nem talált a kosárba. 32-36. Volt ennek a negyednek egy olyan része, amikor nagyon biztató játékot mutatott az Olaj. Viszont erre jól reagált az Albafehérvár. Szerintem, ahogy följöttünk és visszajöttünk a mérkőzésbe, és egy ponttal, ha jól emlékszem, igen, egy ponttal vezettünk. Igen, 32-31-nél. Ott történt egy két olyan labda eladás, hogyha azt bedobjuk, akkor igazából az Albakom kezdett volna el idegeskedni, mi meg átlendültünk volna egy bizonyos holdponton. Igen. Reméljük, hogy a második időben ez megtörténik. Miben kell javulni az Olajnak? Mindenféleképpen a... Majd lesz, ha jön az ismétlés, csak akkor, tehát miben kell javulni az Olajnak? Mindenféleképpen itt a harmadik negyed, vagy a második negyedben. Ez a kezdet? Vojvoda tripla. Ez még a mérkőzés, az első negyed. Hát szóval a leges legeleje volt. Ford triplája. Talán ez volt az utolsó pillanat, amikor vezetett az Olaj. Aztán jönnek a vendégek. Simpson? Egy nagyon jó fizikai képességű srác, ez a fehérvári kármasa. Perry betörése. Valahogy a passzok pontosságán kellene javítani, nagyon-nagyon. Hát az van, tehát megint azt mondom, hogy jó emlékszem, volt 3-4 jól kidolgozott helyzetünk, és nem dobtuk be az icet. És volt annak a támadása egy... pedig eredményes volt. Igen, és volt 3-4, de a statisztikai labból majd megtudjuk, hogy eladott labdánk. Tehát bejátszott centernek labda, amit elloptak és elvittek. Jó, akkor egy kis pihenő következik. 32-36 az állás a Szolnoki Olaj Albafehérvár rangadón. Kosárlabda bajnokság 19. fordulójában.
Zajlik a két fél idő közti szünet. Rezák Lászlónak nagyon értékes gondolatai voltak az irányban, hogy miért vezet 4 ponttal az Albafehérvár. Itt van a statisztika szemünk előtt, mi az analízis? Hát majdnem mindenféle mutatóban egyformán áll a két csapat. Egy, ami nagyon lényeges és nagyon nagy a különbség, hogy az Olajnak a statisztikai lapján 10 darab elazott labda van, az Albakomnak pedig 5. És ez okozza ezt a különbséget. Ha ezen tudunk javítani, hogy kevesebb eladott labdát, de így belegondolva vissza az elején, 3-szor jól kidolgozott támadásból az ellenféltől kaptunk egy sapkát. Igaz, hogy itt van a téli időszak, és ilyenkor sapkát kell hordani, de ezt most el kéne felejteni erre a mérkőzésre. A védekezést hogyan szervezte meg az Albafehérvár? A védekezésben meg azt látom, hogy mindenféleképpen a Perri és a Vojvoda kapott olyan fajta védőt, amivel nehézé teszi számukra a gólszerzést, illetve amikor centerhez bekerült a labda, akkor meg minden alkalommal, akár az Ádám, akár a Andics volt fönt, minden alkalommal hárman vették körbe, tehát a védekezésüknek ez a 3 momentumra az, amit nagyon megszerveztek, és egyelőre ebben a dologban nem bírunk velük. Az eladott labda az nagyon nyomasztó, nem? Az 5 differenciás. Hát az a legkritikusabb. Igazából egyik csapat se dobott annyira sok pontot.
az olaj többet szokott dobni itthon, de bízva a közönség segítségében minden alkalommal, amikor bajban van egy csapat, akkor állva szurkol az egész csarnok, úgyhogy remélem, hogy ez hatodik játékosként a nézők besegítik a csapatot, vagy hozzásegítik a csapatot a győzelemhez. Az a helyzet, hogy akik az Olaj TV közvetítését nézik, azok talán észrevehetik, hogy az Olaj pontjai nagyon kemény munkával születtek meg. És a vendégek pedig olyan lazán szórják, lazán szerzik a pontokat. Ez az első negyedre volt érvényes, de a második negyedben már ott éreztem valamilyen fajta agressziót a csapat részéről, mert a védekezés kicsit kitolták a hárompontos dobó vonaltól egy méterre. Na akkor kezdődjék, 32-36, 19. forduló csúcsrangadója Fehérmezben, a Szolnoki Olaj kékben pedig az Albafehérvár. Milosevic, Vojvoda szabadon. Luksa Andricsra fújták a hibát, Keller Ádám esett a földre. Ezt megcsúrizták a bírók, mert amit én láttam ebből, az Ákos kezdte el lögdösni az Andricsot, az Andrics próbálta visszatartani, és én szerintem most a Jászai Mari szegény forog a sírjába. Loránd, Harris, Vojvoda, az igen! Ez volt az a védekezés, amit a Fehérvár amit a Fehérvártól igen. láttunk, úgyhogy igen. bravo. Igen. Csak így tovább. Allendice Harris nem egészen érti, hogy ez most mi a helyzet. Fiú, meg kell barátkozni ezzel. Aztán még mondja. Tovább is van, mondjam még. Aztán Harris kiborultsági mutatójára reagálva majdnem beállt Mohamed. Zunic egy kicsit megfenyítette. Azzal, hogy lecserélni őt. Jobb lett volna lecserélni. Jobban járt volna mindenki. Perri! Perri, betörés, Vojvoda, Milosevic. Oh. Megint. Igen, megint egy jó játék után megint kimaradt az itse. Luksa Andricsot jelzik meg hibát elkövetőnek. Harris pedig elégedetten slattyog vissza. Az van, hogy Andris gyorsan összeszedte. Nem? Milosevicre fújták? Hát akkor... Akkor más. De itt a helyzet. Itt van az előbbi. Hát ezt nehezen lehetett megmagyarázni. Mindegy. Harris nem dobta be az első hibát. Az, hogy falt volt, ezzel jó. nem vitatkozom. Igen. De hogy nem volt szándékos, igen. az egyértelmű. Igen. És akkor még jöhetnek a fehérváriak. Simpson Kovács Péterrel. Hát most a játékvezetők nem a legnépszerűbbek, mondhatnám a nézettségben. Ők a legalacsonyabban állnak a Tiszaligeti arénában. Rossz érzéseim támadtak most itt a két hitilú után. Igen? Tehát, igen. Ez nem véletlen, úgy érzem. De ne legyen igazam. Simpson. Loránt. Na, jól láttam, akkor ez tripla volt. Így van. Loránd Péter, 7 pontos. Perri! Milosevic betörése. Most Loránd nem érti, Keller jött oda segíteni. Loránd Péter jelölik meg vétkesnek. Ránya Milosevic. De két pont az elég szűknek tűnik ott a neve mellett. Most már a harmadik. Milosevic. Jó. Csak mi mindig 6 pont a differencia a két csapat között.
Simpson. Szabadon Hill. Ó! Egész jól tartott a labda, csak kicsit szűk volt. Perry. Milosevic nem készült arra, hogy jön a labda. Vojvoda. Andrić, ho-ho-ho, ugyanilyenért fújtak az előző részben. Szándékos faltot. Andrić, Milosevic, két pontosnak, jó az két pontosnak. Lóránt, óha. Gyors indítás, amiről beszéltünk, góldobunk, és egy gyors indítást kapunk vissza. Minimális ellenállás volt Lóránttal szemben, igazából nem is érte utol senki. Vojvoda. Perry. Perry betörése, kiadja, az tripla. Az tripla! Strahinja Milosevic. Nem lesz baj, hogyha át tudjuk venni a vezetést. Igen, igen. Keller. Jó volt a bejátszás Hilltől. Megint rendezetlen. Megint egy védekezés hiba volt. Így van. Szabad ember. Hogy lehet az, hogy bent fut a palánk alatt üresen? Igen. Perry. A Vojvoda. Ez is tripla, de milyen jó tripla! Vojvoda Dávid! Figyelni kell, azt mutatja Alexis edző is, hogy a lerohanás most ne legyen már érvényes. Hill! Milosevic addig-addig piszkálta a vendégek négyesét. Casey Hillt! Negyedik csapathiba. Ajajajajaj. Milosevic is a harmadik. Milosevicnek a harmadik hiba, és hát ez így nem olyan jó, mert ez egy ilyen lágy hiba volt, ez egy ilyen laza. Hill. Igazából, ha én lettem volna a bíró, nem vettem volna érte. Ó, egyértelmű. Hill. Lóránt. Azaz. Keller. Kiszorított volt. Andrić jól védekezett most vele szemben. Milosevic. Vojvoda. Vojvoda betörése. Perry. Nagyon messziről. Kellett volna. Igen, az jó lett volna. Legenda megalakult volna. Lóránt Péter földre került. Hát nem véletlen. Jó volt Harris-szel az összjáték, megbeszélés. Jön Browning. Kovács Péter helyére érkezik az új szerzemény. Egyelőre még a villantások még úgy elmaradtak tőle. Lóránt bedobta. Perry mutatja a figurát, Milosevic átlépte a félpályát. Andrić, Perry, szabad az út. Zunić edző. 2013-ban duplázott az Albafehérvár 99-2000-2001, akkor egy nagy sikerszériában volt Farkas Sándor irányításával a büntetés. Megint egy eladott labda. Igen. Harris. És az előbb, amikor egy kicsit közelebb csusszant az olaj a Fehérvárhoz, akkor mindenki jobban bízott, és megint jött ki nem kényszerített hiba, és megint lehet loholni 6 pont. Milosevic. Milosevic triplája. Rövid volt, szabad ember, Lóránt. Eddig a legnagyobb különbség, 8 pont. A két csapat között. Megint megfeledkeztek Lórántról. Lóránt triplája, ez a legjobbkor jött, azt hiszem, a fehérváriaknak. Aztán itt van.
Akkor értek vissza a szolnokiak, amikor már lepattant, átcsusszant a kosáron a labda. Az valahogy nem olyan jó. Megint üresen van. Ilyen szempontból nem értem, hát ez a Fehérvár erőssége, ezek az indítások, de lehet, hogyha nem volna eladott labdánk, vagy bedobnánk a gólt, akkor nem volna ezzel probléma. Eladott labda 12. Nekik megmaradt a... Hát 5 volt, egyet adtak el. Na talán ez? Jön a közönség. Amit mondtam az elején, a közönség segíteni fog. Quincy Ford a pályán. Browning szintén. A Browning mit, hogyha nem találna a helyét? Igen. Ford? Ez. Előre mutatja. Ferri, Vojvoda érkezik a sarokból. Vojvoda, Keller veszi át az őrzését. Ferri, Andrić, nagy lökés, Harris. Harris még egy kicsit ott mutogatta, hogy tulajdonképpen ő simán megismeri Lucsa Andrićnak a könyöklés mozdulatát, könyöklés technikáját. Jön Mohamed a Fehérvárban. Bubi Henrik volt az, aki még egy színes és élvezetes taktikai utasítást adott. Andrić. Rövid. És a lepattanó sem a szolnoké. Lóránt söpörte ki Kellert. Lóránt. Hill. Egyelőre arra zárva az út. Lóránt. Ford vigyáz rá. Lóránt elindul a palánk irányába. Hát nem volt annyira határozott. Jó vigyázott rá Quincy Ford. Ez nem az ő játéka. Igen. Ford túldobta. Az viszont még jó, nem jó. Simpson. Megint gyors indítás. Úgy. Ami nem ment az előbb egyéni akcióból Lóránt Péternek, az most ment a lerohanásból, gyors indításból. 10 pont. Ez így sokkal rosszabb. Browning. Az jó! Keller Ákos. Hát most az Albafehérvár úgy néz ki, hogy nagyon jó formában játszik, de nem volt ez mindig így, mert volt egy olyan mérkőzés a Pécs ellen, amikor 12 pontot dobtak a második félidőben, és ez volt a klub életében a mélypont. Hát ahhoz képest szépen kijöttek. Browning beviszi a sűrűbe, Ford, Perry, nem jó. Ott a lepattanó. Nem megyünk a lepattanói ősök. Így van, Simpson. 17 védő lepattanót szedett össze az Albafehérvár. 13 pont a különbség. Vojvoda, Ford. Zunic, mintha pihentetni. Az szép átadás volt. Csak nem volt pontos. Megint egy eladott labda. És amit mondtam, hogy megint onnan föntről volt a bejátszás. A bejátszásokat 45 fokról kell bejátszani. Vagy legalábbis közel 45-ről. Tóth Ádám a pályán. Simpson. Mohamed. Browning. Filipovic Márko. Jaj. 3 pontos. 16 pont. Filipovic Márko élvezi a játékot, élvezi a Szolnok elleni játékot. Ráadásul még eredményes is. 7 pont. Lóránt jól megszórta magát ebben a részben, 18 pontnál tart. Browning tripla. Jó! Hill.
az nagyon nagy játék volt. Filipovic. Filipovic Márko is rendesen megsülyezti magát. A fiatal ember. Perri messze, Tóth lökték! És ez sem megy be. Hát kicsit elakadt a hangom, megmondom őszintén. Görcsösnek érzem az olajjátékát. Az albakon meg ellazult, és ilyenkor szokott bejönni mindegyik minden. A példa is igazolja. Filipovic Márko beállt a kispadról, dobott két triplát, aztán ő már nyugodt, ő már jó. Tóth Ádám. Hát ez lesz Zsinórban a harmadik olyan mérkőzés, amikor hát nem túl jól működik az olaj gépezete. Mondhatnám azt is szó viccel, hogy nem annyira olajozott. 8-assal a pályán a vendégeknél Kovács Ákos. Egyébként mindenki nagy tűzzel szállt be a fehérváriaktól. Tóth Ádám labda szerzése. Browning. Jó. Ez az. Tóth Ádám a legtüzesebb szolnoki. Labda szerzés. Zitzer gól. Ezt nézzük a kékektől folyamatosan. Így van. Perri, megvan, Ford, Brown, egy az egyben, az is jó! Simon Brown. Jó, ez jó volt ez a 6 pontos rohan. Ha van védekezés, akkor van támadás is, ez az alapja mindennek. Ezért tart 63 pontnál a Fehérvár, na itt van. Browning. Ez a tripla volt az első, aztán utána jön majd az olyan Keller. Itt sem volt különösebben nagy ellenállás Keller Ákossal szemben. Egy 2-2-t játszottak, és a leválóval nem ment el senki. Keller Ákos ott maradt üdesen, és zsákolni tudott. Itt pedig Tóth Ádám labda szerzése. Browning, Kovács Ákos. Na, nem akart hozzányúlni, mert ez fölösleges volt. Olyan egyenesen Browning, olyan jó lendülettel érkezett a palánkra. Na, egy triplával, meg ezekkel a szorgos pontokkal 11-nél tartsz. Szerzett labdával. Igen. Szerzett labdával, azzal most jelen pillanatban szerzett labda. Egy kis frissítés a statisztikában. Szerzett labda 5. 7. Hát még így is jobban áll az albakon bebe. Csak az olajnál meg ez 13. 13. De főzárkóztak benne 8-ra. Igen, 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 igen. Keller Iván a pályán. Kovács Péter, Filipovic Márko most nem triplázik, viszont eladta. Hát úgy adta el, mert hogy szabálytalankodtak vele szemben. Két pont következik. Amikor egy picit lendületbe kerül az olaj, akkor jön egy kis torpanás. Lendület, torpanás. És erre meg tök jól reagál az Albafehérvár. Vagy a bírók. Vagy a játékvezetők. Hát igen. Ez az, amikor nem felszabadultan játszanak, és amiről lezáklászó, hogy görcsölnek. És akkor több hiba következik. Filipovic egy büntetőt dobott be. Nem szomorúak Tiszeligetben. Perri. Milosevic. Tóth Ádám. Browning. Milosevic már a másik oldalon. Filipovic. Nagy verekedés. És! Ford! Elég komoly volt ott a kavarodás, ilyen kicsit centrifugális támadás volt. Nem tudtam, hogy mi lesz belőle, de... biztos. A végeredmény nézzük, jó, hogy hogy készült el, az nem fontos. Simpson, nem Mohamed? A vége a lényeg. Így van.
Mohamed. Keller Iván, milyen fura dobás volt. Jó. Ferri, Milosevic, Pinci a sarokban, tripla, rövid, nem? Rövid. Szűk volt, nagyon rövid volt. Nyugalom, nyugalom, ehhez képest Kovács Ákos belerohan a falba. Keller Iván kiadja, még tovább Filipovic. Mohamed. Tóth Ádám! Hú, mekkorát játszik! Ford, onnan Browning, Perry, róla ment ki. Nagyot küzdött a Perry most. Az biztos. Kicsit felugrott a villanylámpákat leporolni, de az a baj, hogy róla ment ki a labda. Kovács Péter érkezik. Kendrick Perry váltására. Itt az előbbi Filipovic Márko tripla. Azzal azért nagyon ünnepélyes, nagyon fényes lett ez a fiatal srác. Azért már ez nem. 55-64. ...28-23-ra nyerte ezt a negyedet az Alba-Fehérvár, és hát itt lehet látni, hogy mi az, ami jól működött az olajnál, például Stephen Browning, és nyilvánvalóan az ellenfél pontjainál pedig az, hogy hát senki nem védekezett Filipovicson, még véletlenül sem. Elég messzi volt, tehát nem is volt indokolt, igazából a 2-3-asa okozta ezt a különbséget. Tóth Ádám viszont a legjobb formában lévő szolnoki játékos hetek óta, ezen a mérkőzésen is jól játszik. A lelkesedése leírhatatlan, a harcossága meg még eredményes is ráadásul. Na még egy utolsó nagy rohamot kezd a szolnoki közönség. Pici Ford és az ő zsákvarrása Dragan Aleksic. Harmadik negyedben ez az állás született. 9 pont az Alba-Fehérvár, de volt ennél sokkal rosszabb. Igen. Volt, amikor 13 pont is volt közte. Tényleg jó formában játszanak a fehérváriak, ugye? Megőrizték ezt a törökországi kirándulásból fakadó energiájukat. Továbbra is mondom, hogy valahol magabiztosabbnak érzem. Meg a védekezésük, meg az a sok eladott. Magabiztosnak érzem a Fehérvárt. Nekünk meg a bizonyítási vágy, én nem tudom, hogy mi van csapaton belül, de erőködésnek érzem azt, amit valamilyen fajta elvárásnak meg akarnak felelni, és lehet, hogy a sorozatos vereségek, amit elszenvedtünk, az nem jó hatással van rájuk. Elég nehéz lesz kijönni ebbe a gödörből. Ráadásul már ugye az utolsó időben járunk, semmi nem jó lépés, így van. Különös, hogy hát igen! Valószínűleg az amerikai szabályok még benne maradtak egy picikét az amcsi játékosokban is, ezért rontanak. Lehet, hogy úgy kellene megbillenteni az Alba-Fehérvárt, hogy nem adnak széket a Zunic edzőnek, mert az időkérésnél mindig odaadják. Jó, hát ez csak olyan hangulatos lett volna. Browning, Milosevic. Már onnan kapja a segítséget, figyeld. Igen, igen. Már adtál a palánk alatt egy ember, Bojvoda, és... Viszont így jó, Milosevic, Bojvoda, Browning, beviszi, az is jó, ez biztonsági volt. Nagyon jól áll a lábán, itt a betörés után meg tudta fogni, és két lábról dobta el a büntetőt. Mohamed. Jó. Azt viszont nem kellett volna fújni, Keller Ákos hibáját. Mutatja Aleksic edző, hogy hát ezzel azért valamit kellett volna mozdulni, Bojvoda védekezése. Bennállás van. Ezt még élveztük is az elején, az utolsó másodpercekben megszerzett pontot, amikor a Szolnok dobta. Igen. Így viszont marad a keserű fejcsóválás. Browning! Na
nagyon-nagyon dicséri Kovács Ákost, aki a harcosságával hát elvette a szolnoki támadásnak a lényegét, kihúzta rendesen. Megint egy labdák van. Még nem írták be. Nem, még nem írták be, annyira friss az esemény. Ó, megvan, 14. Harris. Ez nagy művészet volt, ez szép volt. Ez bravúr kosár volt. Ez emiatt Harris ráülhet a csillámpónira. Vojvoda. Browning. Ez elég kemény csapás volt Browningra. Rövid. Korai volt ezt a kísérletet elengedni. Hill. Mit művelt Tóth Ádám? Óriási! Milosevic. Már ott állnak bent. Horton. Meg is tett a büntetése Milosevicnek. Hill. Hát így aztán fölöslegesen tépi magát Tóth Ádám, nem? Browning kér segítséget. Tóth. Milosevic. Megint az összjáték! Strajnja Milosevic, az előkészítő. Tóth Ádám, a befejező. És a labdaszerző. A labdaszerző, így van. A harcoló. Hill. Ford. Szabad ember. Horton. Na, Browning. Tizenegy pont. A triplával az jó lenne, szűkebbre venni. Vojvoda. Messze. És már ott van a palánk alatt, már ott van Simpson. Vojvoda. Egyéni akció. Jó befejezés. 16 pontos Vojvoda Ádám. Hill. Browning vigyázott. Hill keresztül jött, oda csapott. Milosevic. Milosevicnek is a negyedik hibája. Nem. Steven Browningnak írták be. Tóth Ádám le, Browning le. Andrić be és Perry szintén. Milosevic nem is ért el, én azt hittem, hogy ő oda csapott. A betörő játékosa nem, Browning volt az, aki végül ott Milosevic után szabálytalankodott. Hill. Harris egészen messziről hozta. Ez ilyen szétütős tripla volt, ugye? Ezzel nincs orvosság. Csak két pontos? Két pontosnak adták meg. Hát én azt hittem, hogy ez... Igen. Az olló. Föntről játszotta be. Igen. És megint eladott labda lett belőle. Ketten lenyírták Milosevic kezéről a labdát. Ötletnek nem volt rossz. Lóránt visszaszerezte a labdát. Újra kezdheti Hill. Az most jó volt. Perry védekezése. Milosevic. Perry, megvárják Andrićot. Hát ezzel csak annyi a baj, hogy összeállnak a védekezésben. Ford. Ho-ho-ho-ho-ho. Hiba. Keller Ákos mutatja. Ő volt az elkövető. Jön Kovács Ákos 8-assal. Hill Zunic edző dédelgető szavaival pihenőt választott magának. Még Óbi Henrik is magyaráz egy kicsit, hogyha megsérült volna az ujján a vendégek négyese, itt pedig Alexis edző. Valami nagyon jót kéne kitalálni. Térdére fúj, térdére. Igen, térde? Igen. Kezét fagyasztják. Kezét? Igen, igen. Perry. Jó! Jó! Hú, pedig Keller Ákos a nagy pörői érkezett rendesen.
Szegény beleölte az energiáját. Perry, na! 3 pont az akció vége. 9 a különbség. 8. Ja, 8, igen, igen, bocsánat. Harris. Andrić. Odaütött. Második hibája Luksa Andrićnak. Neki még lehet. Igen, ő még jó van. Még jól áll. Gyorsan összeszedte aztán a harmadikat is. Igen, mert még csapathibából még jól áll a Szolnok. Ez termék egy pár pillanat volt ez Luksa Andrić számára. Igen. Harris. Simpson messziről. Lóránt veszette a labdát, aztán nem dobta be! Lóránt Péter nem dobta be! Nagyon gyűrődött Quincy Ford ennél a védekezésnél. Keller Andriccsal. Vojvoda. Vojvoda messze, Andrić kijön a sűrűből. Ó! Ez teljesen, igen, ez nem volt különösebben. Luksa Andrić felöklelte Lóránt Pétert. Igen, mert közben az ő vergődésére... Keller felőrölte az idegeit. Igen. És Dír. Rajta bosszulta meg, igen. Igen. Még csak azt se lehet mondani, hogy ott a nagy zűrzavarban. Na most akkor szépen följavította magát Andrić. Ő is kisodorta magát a szélre. Kovács Ákos. Harris. Simpson. Keller, hogy az idő, a rövid, gyerünk, itt Milosevic, körülnéz, addigra pont visszazárnak, fölállnak a fehérvárjak. Milosevic, Vojvoda, Andrić most jól zárt, Milosevic, nincs senki, Andrić, Vojvoda, messziről. Isten nincsen velünk. Meg a palánk, meg ki van még, ugye? Meg a labda. Igen, igen. Valami mindig hibázik. Döntő pillanatban, amikor sikerülne átlendülni a holdponton, akkor jön az ellenfélnek a stabilitás. Egy pici megingás, arra jön a megtorlás. Hill. Keller. Ezzel vége Luksa Andrić munkájának a mai napra. Browning a pályán Tóth Ádámmal. Keller Ákos 6 pontos. Maradt. Perry, Tóth Ádám. Quincy Ford, és erre sem fújtak semmit. Azt mutatják a játékvezetők, hogy kifelé jöhetnek. Ott azért volt érdekes dolog. Megérkezett egy Juventus. Számomra az érdekes az volt, hogy miért zsákolni akart, miért nem a sima zicsert akarta bedobni. Hát igen. Az egész hiba innen indult. Hill. Hill betörése Keller. A legalább gyarapszik az eladott labda náluk is, nem? Az IFI meccsen egyébként
Az Alba Volán nagyverést kapott, azt hiszem, emlékeim szerint kikapott az IFI. És az első, tehát a kis meccsen, az IFIK mérkőzésén, igen? Ami ezelőtt volt, igen. Az IFIK kikaptak? A szolnokiak győztek. Győztek, igen. Igen. Harris pont a lassításban, itt pedig egy egyéni akció, Hill. Na most akkor megy az összegzés a szurkolóknál, Vojvoda. Mert hogy most azért jócskán meg kéne tolni az olajszekerét, és mindig ugyanazok a hibák, tulajdonképpen az első résztől kezdve az egész meccs folyamán így volt. Ugyanaz volt, mindig. Egész meccs folyamán, egy kicsit főzárkóztunk, a holdponton nem tudtunk átesni, hogy az Alba elbizonytalanodott, mindig magabiztosan csináltak mindent. Nem tudom, semmi még egy huszáros hajdával még lehetne valamit kezdeni. Hát, de ott van. Annak huszáros. Megint. Csak a régi lovacskánkra ráülünk, az eladott labda 17. Jaj. Kálmán bácsi kéne egy szigorú biztonsági ezt ember. Az eladott labdák az azt jelenti, hogy 17 támadást nem rádobással fejeztünk be. Igen. Ha azt mondom, hogy a 17-ből 50%-kal bedobjuk, akkor az azt jelenti, hogy 8, az 16 ponttal igen. lenne több. Ha csak 50%-kal dobjuk be. Igen. Florent kapott bele az átadásba, Browning pedig nagyon hegyezte magát a triplára. Csát a Perinek nem lett volna jobb ezt egyedül befejezni? Ezt ő kellett volna tenni, de ezek miatt vagy olyan utasítást kaptak, hogy hármas kell dobni. A triplára, igen. Ford. Perry. Messze nagyon a palánktól, fogy az idő. Ford. Sikerült kitáncolni a utolsó másodpercre. Viszi Ford. Most látom az ő szemében a villámot. Hill. Tóth. Browning nyúlt oda. Simpson. Simpson akciója, megáll, fölemelte. Nem jó! Nem jó. Nincs hiba, nincs kosár. Elmérték a támadóidőt. Nyolc pont. Hátralévő játékidő, 2 perc. Azt talán még, ha minden bejön, és az ellenfélnek semmi, akkor hozható. Milyen érdekes, hogy milyen szépen állnak a vendégek hibában. Háromnál tart Harris, Keller Ákos is. Horton. Úgy, talán hogy szigorúan védekeznek. A cseres soruk erősebb talán, igen. Nem? Perry. 67-74. Eladott labda, továbbra is imádkozom. Laurent, átazott egy pár lépéssel, több volt, mint ami a szabály volt, igen. Igen, 6 másodperc a támadóidő, az jó! Miért állt meg az óra? Álljon meg mindenki. Sét a légzés. A falt van, akkor dobás van. Hát igen. Ja nem. A lábára igen, ment a labda. Igen, már azt magyarázták. Továbbra is az építő megjegyzések érkeznek ott az alapvonali játékvezető irányába. Laurent, Keller szabadon volt, nem az övé, Hill, messziről, akkor viszont kifelé, így van.
Keller magyaráz, nem, Lorán Péter magyaráz, a játékvezetőnek, mint a fejbe ütötték volna. Beri betörése, rengeteg jó. Ember és jó! Még ha bedobja, akkor még jó lehet. Így van. Kendrick Perry! Hó, de jó ez! 71. 1-15. 3. Ajjajajajajaj. Jó a végjáték! Elő kéne menni, le kéne porolni azt a három pontos ládát, nem? A pókhálót le kéne szedni róla, és akkor nem volna probléma. Igen, igen. Vojvoda betörése. Érdekes, ezekkel a betörésekkel nem tudnak mit kezdeni, amikor bemegy a balánk alá a játékos, akkor rengetegen érkeznek. Most is ugye Keller jött, és ez Perrynek nagyon jó, nagyon szép momentumai voltak. Hát akkor még mindig ott tartunk. Még mindig az a 17-es szám. Kendrick Perry örömmel. Ha jól látom, megérkezett, illetve hát a nézőtéren ül Bór Péter. Bór Peti? Igen, aha. Igen, igen. Hú, most valami... Súghaton. Tessék? Súgjon valamit! Ja, valamit! Ilyenkor ezért elég maró érzés lehet egy egykori edzőnek, nem? Ülni csak többen. Ezt, én ezt mióta abba hagytam, többször átéltem. Igen? Igen. Tehát ez nem jó. Mert nem tudom nézni a meccset, mert mindig szakmai szemmel próbálom, hogy én ebben a szituációban mit csinálnék. Browning! Jó volt a szerelés! Perry! Most még ez jó, Vojvoda visszaszerezte! Keller megint nagyot varázsolt, a tripla kéne, Vojvoda, Lorántal, Browning, Milosevic, nem! Leborították, elveszett! Oh. Két sapka. Most Browning éppen nem ért hozzá. Pedig itt két óriási zicser is volt, így van? Na, jó Isten, nincs velünk. Basszus. Megint az, ami egész meccsen volt. Semmi most tudtunk volna fordítani, vagy Egára kihozni is. Harris. Hát négy pontos dobás nem létezik a kosárlabdában, ugye? Hogy? Négy pontos dobás nem létezik a kosárlabdában. Egy akcióból. De. Igen? Eldobod a hármast faltolnak, és akkor bedobod a négyiket. Jó, akkor ez a taktika, jó? Hátralévő 45 másodpercre. Milosevic. Vojvoda. Messze egyelőre a palánktól. Tóth. Vojvoda. Milosevic visszalép. Az jó! 74-76. Lorant Hill. 20 másodperc. De parkolj! Lehet, hogy ezt mondták neki. Jó. Igen. Hogy ne menjen az idő. Igen. Hát ezzel csak annyi a probléma, hogy Simpson semmit nem hagyott ki. Így van? Azzal kezdtem. Majd most fohászkodok és kihagyja. Igen, ahogy leszállt a buszról, bedobta a rágógumiját a szemetesbe. Travis Simpson. Nem a jellemző, hogy kihagyja. Ezt meg már nem fogja. Ez meg már annyira benne van, nem? Igen. Időkérés, Dragan Aleksić. Hát itt más fegyver nincsen nagyon. Egy tripla. Egy tripla és akkor hosszabbítás. Egy tripla? Nem, tripla. Nem, ez még vékony. Az még kevés. Akkor egyen nyertünk. Igen? Tessék? Akkor egyen nyertünk, nem?
Hát, az, amiről az előtt beszéltünk. Ja, igen, tripla szabálytalanság. És akkor megvan az egál. Igen. Ezen még, erre még gyúrok egy kicsit, jó? Ezt én is átgondolom. Hogy mennyire mondtam komolyan. Igen, de... van ebben kihívás. Itt, harmadik időkérésen a szolnokiaknak. Az jó volt, amikor Kendrick Berry berohant, aztán szabálytalankodtak, ráadásul bele is ment. Tóth Ádi elégedett nagyon a csapattársával. Hát ebben most csak az a kockázat, azért ez mindenféleképpen a szolnoki közönség olyan, amilyen, de ez mindenféleképpen ez a viselkedés tisztelnivaló. Hát, hogy együtt éreznek a csapattal, így még van. Akkor is, hogyha nem nyertek. Így van. És még így kitartottak a csapat mellett a szurkolók. Nos, Steve Browning. Ő indítja a labdát. Ferri. Jó! Hát ez volt megbeszélve! Hát csak a falt hiányzik. Az! Ott van, 13 másodperc. Az jó. 78-80, és akkor megint a tripla. Így van sansz a triplával egára. Ez nagyon forró. Az pedig jó messziről volt. Kendrick Perry. Ha vaj kezű! Gyors, mint a villám. Az. Travis Simpson, ő meg stabil. 79-77. Most várhatóan az Alba is faltolni fog. Igen. Ja igen, hogy csak két pont legyen. Hogy csak kettőt dobjunk. 80-77. Bárhol, nem? Körülbelül fél méteren belül eljön a szabálytalanság. Perry. Nem nyúl hozzá Perry. Megcsinálta! Én neked árulom, mert de hallja mindenki. Igen. Én két percen már csak a Jóistenhez imádkoztam, hogy ez legyen. És meghallgatta a sok imánkodás meghallgatással lel. Igen. Hú, ez nagyon nagy volt. Ebben a kiélezett helyzetben olyan távolságról ezt elvállalni, mondjuk benne volt már percek óta a triplak. Én láttam. Több meccsen láttam, és ő ezt tudja. Én nem is értem, hogy miért nem vállalta föl eddig. Hú, ez most erős hevület lesz. Még visszalép. Ott a sűjesztő. Ez még az előző triplája volt. Nem ez a nagyon fémesen csengő, nem a legutolsó, igen, az X-et kihozó. 7 másodperc átlan. Ebből látszik, hogy milyen buta az albakom. Hát igen. Mert egy sima faltot beütnek azt a az kész. Itt a félpályán el kellett volna beütni. Itt hagyja, hogy elvigye odáig. Sőt, már ott kellett volna az olaj palánkja alatt elintézni. Ezt már időkérés közben le kellett volna rendezni. Igen, akkor, igen. Mikor kért az időt. Megmondani, jó, bedobja a kettőt, és utána rögtön falt. Úgy. Vagy eljön a félpályáig, és ott a falt, és nem igen. Csinálták meg. Na, 7 másodperc. Hill panaszkodik Kendrick Perryre. Egyelőre szabálymagyarázat Kendrick Perrynek. Nem kell hátra menni, hát ő neki kell hátra jönni. Hill. Na mindegy. Kovács, Péter, Milosevic, nem bántják. 2 másodperc, nem jó! 80-80! Kendrick Perry a mérkőzés hőse! Már most nem lehet több lottószelvényt kitölteni, össze már le kellett adni az ötösre, ugye? Nagyon bízom benne, hogy... Perry volt most a szolgató helyén. Ilyen vedetést, hogy az albakom egára hozta ki. Én szerintem most rájuk lesz, a nehézség rájuk fog jönni.
Erős idő vár most, és az a helyzet, hogy az olaj jött föl nagyon messziről, itt van Browning triplája, erről beszéltünk, persze ennek könnyű, még úgy is, hogy valaki leesik a lépcsőről, hogy a triplákkal kell manőverezni. És ez akkor is tripla lett. Így van, így van. Azt mondja, hogy 19 pontnál jár Kendrick Perry, és abból följött a közönség is, eddig sem lehetett panaszkodni rájuk. Így van, így van. Följött a csapat is. Hát, ez a jó együttműködés eredménye. Ők kiállnak a csapat mellett, meg buzdítják a csapat, meg az utolsó lehetőlés, vagy a lehetőség harcol. Vojvoda tüzesítette még egy kicsit a közönséget. Most aztán mindenki együtt. Jön a hosszabbítás. Perry, a hős. Simpson vigyáz rá. Milosevic. Ó, Tóth Ádám kapott egy rendes melport. Most is. Perry, Vojvoda. Milosevic, Vojvoda, tripla, hosszú, basszus. Gyere vissza, a indítás lesz. Van. Most legalább leindítás ne legyen. Mohamed. Simpson, Lóránt, most érkezik Milosevic. Lóránt, Milosevic megállította, nem vállalkozik, Harris. Jó. Nem jön be! Kiszedte le a labdát. Tóth Ádi! Tóth Ádám. Keveset játszott eddig, ezért jó a hosszabbítás, kap egy kis lehetőséget. Igen. Milosevic. Vojvoda. Milosevic, Tóth Ádi. Bedobta azt is! Tóth Ádi! 82-80! A Milosevic nagy passza nagy után. Passza volt. És érezte azt is Tóth, hogy jön rá egy védő, megvárta, míg elröpül, és utána tette föl. Harris! Lóránt! Keller! Jobb, de! Tóth! Tóth Ádám. Azt mondja. Második hibája. Keller Ákos. Nem dobta be! A másodikat bedobta. ...82-81, 7 pontos Keller Ákos. Perry. Igen, vehemensen dolgozik Simpson. Milosevic. Perry. Nincs bent. Meg ez kellett volna pedig. Igen, ez jó lett volna. Asszus. Mohamed. Harris Vojvodával. Harris megszabadult Vojvodától. Sapka! Tóth Ádám! Megint. A bajtot föltette a sapkára. Szörnyű nem tudom, mi lesz a meccs eredménye, de az Ádámnak a neve nem nagy betűkkel kell, hogy bekerüljön, pirossal. Vastag. Vastag nagy betű. Vastag. Vastag piros nagy betűvel. Lóránt, Keller, Hill. Jön Simpson, Keller, bedobta. 83-82. Perry. Lát kellene elővenni a régiből. Perry, neki megy. Milosevic, hogy volt a szabadon? Ó, Tóth! Kellernek odavágott. Pontosabban Keller odaütött Tóth Ádámnak. Szemét. A szemére? Nem azt mondtam, hogy a szemére, hanem azt mondtam, hogy ez szemét mozdulat volt.
van. De ez még nem az. Törlő kellene. Itt van, talán most lehet majd látni. Ott van középen, Tóth Milosevic! Belenyúlt az arcába. Én nem is értettem, hogy Milosevic, mint egy kicsit későn vettem volna észre Tóth Ádámot. Igen. Na most akkor mi kerül elő a varázstáskából, Tóth Ádám? Tízpontos. Hazaiak 15-ös számú játékosa. Egyébként azt gyakran lehet látni férfiaknál is, nőknél is, hogy nagyon szép monoklik alakulnak ki, ugye? Igen, de az ilyenekből adódik, amikor nyúlsz oda, aztán vagy nyitott kézzel, vagy ököllel, és akkor már is jön a kék folt. A holnap reggelre biztosan megérkezik a napszemüveg keret, ugye? Mert már a betét már megvan hozzá. A szerencse, hogy holnap is festni fog a hó állítólag, és nem kell napszemüveg. Tóth Ádám. Az jó! Hosszú előkészítés. Lórán Péter nézett ki a játékvezetőre, mert Milosevic volt egy ilyen kérdőgesztusa. 83-83. Lórán Peti csinált vele olyat, amit nem kellett volna, csak a játékvezető nem vette észre. Harris. Tripla. Az volt, amiről beszéltünk, így van, tripla kísérlet, szabálytalanság, és akkor még egy pont. Sajnos. Harris. Bejött a négy pontos, csak nem a mi javunkra, a igen, franc egye meg. Igen. 87-83. Perry. Vojvoda. Az is jó! Így is jó! Miért hagyja, hogy magyarázom? Állandóan magyaráznak. Hát még ilyet nem láttam. Igen. Egyébként van olyan jól körülzsongják a játékvezetőket mindenki. Hát jó, hogy nem kerekasztal értek, ezen tartunk kosárlabda mérkőzés helyett. Gyerekek, szerintetek a szabályt? De ez a meccs elejétől kezdve így volt. Meccs elejétől kezdve így volt. Mindent megmagyaráztunk, megkérdeztünk a bírótól. Vojvoda Dávid. Jó. 86-87. Simpson. Browning a pályán. Simpson betörési kísérlete. Keller kihozta. Nagy csata volt. Nagyon dolgozott. Nagyot melózott. Milosevic Lórántal, Milosevic védekezik Lóránt, föltette. Ó, ott azért egy sebészikéje is el kellett volna szétválasztani a srácokat. Keller nem normális különben. Hát most ráesett Tóth Ádám. Három pont a különbség. Most nagyon küzd mind a két csapat. Hát ez olyan nagy bölcsességet nem mondtam, azt hiszem. Nagyon küzd mind a két csapat, nem? Nagyon küzd mind a két csapat. Mind a kettő, igen.
visszaszívom a Keller Ákost. Jó. Mert igazából, ha belegondolok, őt is a szíve hajtja. Abszolút. És ennek érdekében, a győzelem érdekében meg kell tenni mindent. Úgyhogy bocsáss meg, Ákos. Három pont a különbség. Egy kicsit a régi Kendrick varázslatból. Ha előcsöppen valami, akkor az jó. Kendrick Berry. Nekilódul. Nekilódul Vojvoda. Betörés Vojvoda. Így még jó. Így még maradt a támadásban az olaj. Kellene egy három pontos. Igen. Egyszerűsödjön a dolog. Hosszabbításban járunk. Az első hosszabbítás. Kendrick Perry, Vojvoda. Tóth mutatja magát, nem? Milosevic. Tóth. Tóth. Jó, besodorta! 86-89, jó, bocsánat, 88-89. Fújhatta volna most is a faltot. Egyébként igen. Volt ebben annyi. Simpson. Ez meg lépés volt. Laurent, Harris. Jó. Kudobta a Browning! Miért? Basszus, nem figyelt. Nem figyelt. Hill. 4 másodperc. Simpson. Új, támadás! Gyerünk. Vojvoda. Tóth. Perry. Perry bemegy. Kendrick Perry fejéről pattant ki a labda, ezt mutatják a bírók, egyébként ez így is volt. Tehát a fehérmezes játékos ért hozzá. Ez más kérdés, hogy nem véletlenül keveredett ő ilyen zűrös szituációba, mert ott azért elég erős volt, és a játékvezetők jobbnak látták a... Hát azt mondják, hogy kiment a labda. Hill, Laurent, Simpson, szabadon, ez így nehéz lesz. Simpson, Browning most érkezik, Milosevic, nem nyúlnak hozzá, Simpson kidobja, Harris, Perry védekezése, Keller, túldobta! Vojvoda! Egy ponttal vereséget szenvedett a Szolnoki Olaj a Fehérvártól. Nem lett újabb. Nem lett újabb hosszabbítás. Nagyon küzdött a hosszabbításban, meg a mérkőzés végén a Szolnoki Olaj. Jó meccs volt. Mindenféleképpen, nem volt. Mindenféleképpen az Alba Kompot magabiztosabbnak éreztem. Sokkal az Olajnál bravúros teljesítmények voltak, sok volt a hiba, eladott labda, meg egyéb dolog, de összességében úgy éreztem, hogy erőködünk. Sokat kivett a fiúkból, a szolnoki fiúkból a maga a mérkőzés, nem a hosszabbítás. Nem a hosszabbítás, ezt az egész meccsre mondom, hogy Albakon magabiztosabb volt, mintha főkészültebbek lettek volna a védekezésbe. Sorozatban harmadik vereségét szenvedt el a Szolnoki Olaj, ugye két igen. Eurocup és egy bajnoki mérkőzés. Ha egy ponttal is, de visszavágott az Albafehérvár a hazai vereségért, és hát így nehéz lesz. Annyi túl kell lenni rajta, mert igen. Igazából semmit nem jelent, tehát azt hiszem, hogy 5 veresége van az Albakoknak, tehát és nem hiszem, hogy a tabellán változtatna valamit. Le kell vonni a tanulságokat, és
Szerintem a csapatnak pihenni kellene egyet. De nem lesz rá idejük, mert szerdán... Jönnek a dánok. Jönnek a dánok, úgyhogy... Hát ott igazából már olyan nagy tétje annak a mérkőzésnek nincs, hiszen a Szolnok Jolaj az 1-3-mal ugye nem De olyan jó. Hogyha nyernek és a macedónok megverik a Minszket, akkor még, aha, mondaná, igen. Akkor még úgy bekerülhetünk, hogy állítólag 5-en visszamondták a... Ja, igen, ez lehet. És ez miatt van szanszunk arra. Tehát ez két dolog kell, hogy megverjük a dánokat, illetve a Minsz kikapjon otthon. De az a Minsk, amelyik ugye két mérkőzést megnyert, egyet idegenben, a dánok ellen, meg egyet a Szolnok ellen. Itt meg kikaptak 34 pontot. Úgy, panaszka. Na akkor az jó meccs volt, mert azt mondta a Minszki edző, hogy 25 eladott labdával már simán sportboltot lehetne nyitni. Igen. Nos, fájó a vereség, egy pontos vereség, az a legborzasztóbb, az a legégetőbb az egészből. Úgyhogy... De... Mindenféleképpen a közönség hozzáállása, mert taps hallatszik, kimennek, nincsen fújolás, ebből kell a csapatnak erőt meríteni a következő mérkőzésre. Meg a talpraállás, a hosszabbítás. Igen, a közönség a hátuk mögött van és bíznak bennük. Minden csapatnak lehet kisiklási időszaka, 1-2, nem lehet állandóan a csúcson játszani, fönt játszani, de valahogy meg kell találni, hogy hogyan tudnak regenerálódni arra a következő mérkőzésre. Köszönjük szépen, köszönöm Rezák Lászlónak, a sikeredzőnek, hogy együtt izgultuk végig a mérkőzést, illetve köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Egy pontos vereséget szenvedett a Szolnok Jolaj az Albafehérvártól. Végeredmény Szolnok Jolaj 88, Albafehérvár 89. Köszönöm, hogy figyeltek ránk. Közvetítésünket támogatta